A háztartási gépeken március 1-től, a világítás technikai termékeken szeptember 1-től új energiacímke van feltüntetve. Aki majd szeptember 1 után jár a boltokban, akkor valószínűleg már fog találkozni ilyen új energiacímkével ellátott lámpákkal. Régi típusú címkék is még egy darabig forgalomban maradnak, tehát ami már szeptember 1 előtt a piacra került, azokat a készletereig még lehet forgalmazni. Az új energiacímke hasonlít a régihez, hiszen korábban is 7 osztályozás volt olvasható a termékek csomagolásán. A változás, hogy nem lesznek már feltüntetve a címkéken az 1, 2 és a 3 pluszok. Közvélemény kutatások is alátámasztják, hogy ezek a pluszok nem voltak túl népszerűek, és azzal, hogy ezek számát növeljük, gyakorlatilag nem volt egy kifizetődő megoldás, hiszen gyakorlatilag minden A-osztályos lesz, csak a pluszok számában lesz eltérés. Így visszatérünk oda, ahol nem ez eredetileg indult, tehát a 7 osztatú A-tól G-ig terjedő energiaskála. Látható, hogy a régi energiacímke még az A-energia osztályba esett, míg az új számítási módszerrel már a G-energia osztályba lesz. Szeptember 1-től a további változás a kompakt fénycsöveket, vagyis az energiatakarékos lámpákat is érinti. Ezek a lámpák kis mennyiségben ugyan, de higanyt tartalmaznak, az pedig környezetszennyező, környezetre káros anyag, emiatt szükséges ezeknek a termékeknek a kivonása. Már nem lehet ilyen kompakt fénycsöveket gyártani tovább, a meglevő készleteket ki lehet árusítani, erre 18 hónap áll rendelkezésre, azt követően viszont már nem lehet ilyen becsavarható, energiatakarékos lámpákat forgalomba hozni. Emiatt azonban nem kell aggódjunk, mivel ezeknek a lámpáknak van egy nagyon jó helyettesítőjük, a LED lámpák, azok közül is a legjobb a LED filament, LED szálas lámpa, ami gyakorlatilag minden évben hasonló az energiatakarékos lámpákhoz, vagy hagyományos izzólámpákhoz, csereszabatos, energiatakarékos, hosszú élettartalmú, sőt, még azokat programozni is tudjuk.